Nos, arra gondoltam, az lesz a legegyszerűbb, hogyha ennek a fasznak megtudom minden vágyát, hogy mit szeret és mit nem. Ugye, gondoljatok bele, annyira a dolgom, hogy oda megyek, úgy kezdem a beszélgetést, hogy elmondom egyes szám első szlemélyben az ő a beszélgető partnerem lájkolásait, majd ő rájön, hogy milyen ultra jó, hogy én is ugyanazokat lájkolom, amiket ő lájkolt. Sőt, még ki is posztolom, hogy milyen jó az ő posztja, amihez kommentbe írom, hogy de baró, hogy lájkolta azt a bizonyos dolgot, pedig ki a fasz tudja itt, hogy én mit lájkolok. Úgy sem kíváncsi rá senki. Inkább az övéit mondom, és ezzel a nyelvet egy kicsit a seggébe tolom. Ezáltal mindenki szeretni fog, ha körülöttem ne adj Isten valaki haldoklik, elhangzik a párbeszéd, hogy uram, a drága anya nagyon rossz állapotban van, ma alig evett, és Frenki, ő jól van. Addig tömte a vasát, hogy véletlenül mondják rá, hogy gebett, szegénykém. De kérem, az édesanyám még nem is ivott már egy kortyot sem, és Frenki, ő már ivott, és tudja, hogy jó sokat fog még, ha véget ér a mai szlem, szegény pára. Mindenki értem aggódna, hisz azt hinné, hogy szeret. Miután szívébe kerültem és bizalmat nyertem, könnyű lesz a Facebook jelszavát megszereznem, ahol aztán még könnyebb akármilyen rossz cselekedetet rendeznem, de ezzel nem lehet átvágni, csak azt, akinek elfogyatták a józan eszet. Hisz valakit nem téveszt meg a csalód művészete, ez pedig a zsűri, mert helyes ítélete, nagyszerű lelke, az átvert ember egész életét megfigyelte. Így ez a Frenki, ki azt hitte hazugsággal könnyebb nyerni, ki meglopta az őt szeretőket, vígan tudott inni, enni, azt mondja, hazugsággal könnyebb nyerni, bár a Slam Clubban kamuzással még nem sikerült könyvet nyerni. És a döntéshozó meghálálja még azt az odaadást, melyel az áldozat valaha az ő pártjára állt, és így mutatja meg, hogy jó szíve a bajban, megjutalmazza azt, ki jól szolgált a hajdan. Hogy nem felejti el soha az érdemet, és emlékezete nem a rosszat őrzi meg. Ez a Frenki. Nem sikerült előre menni, és hátrelebbiget itt a börtönben fogja lecsüccsenteni. Az akarat, ha jó, győzni fog, sajta nem fog rossz indulat, nem zökkenti ki a francia íróknak rutinjukat, és akarom mondani Frenkit, földhözni törekedik, és itt a vége fusselvéle, hazugsággal kurva nehéz nyerni, de próbálkozol, hisz miért ne. Köszönöm.